November 27-én, azaz most pénteken elindult az Öt Templom Advent. Szeretettel köszöntöm a konkrét nézőit, és szeretettel köszöntöm vendégeimet, Pál Káment és Borsokatát, akikkel erről a bizonyos programról fogunk beszélni, és a nézőknek mondom, hogy mivel régóta ismerjük egymást, ezért a mai műsorban tegeződni fogunk. No, akkor hogyan is indult ez a program sorozat? Ugye van az Öt Templom Fesztivál, amit azt hiszem most már nem kell bemutatni a győrieknek, és van az Öt Templom Advent, amit szintén nem kell. Talán Kata, egy picit te vagy a lelke ezeknek a fesztiváloknak, mert hogy minden programot mindig te tudsz téged kell mindig erről kérdezni. Igen, én vagyok az, aki tudja az időpontokat, de a lelke az sok van a fesztiválnak, mert a Karzat kívül szervezi öt gyülekezet, és ez tulajdonképpen egy, egy közös ügy, ügy az advent, és így is indult el, hogy az öt templom fesztivál már zajlott öt éve, amikor az egyre nagyobb igény mutatkozott rá, hogy adventben, hanukakor, amikor tényleg mindenki a saját ünnepeire készül, és még azok is egy kicsit jobban a templomok felé fordulnak, akik egyébként nem minden héten fordulnak meg ott. Csináljunk egy olyan programsort, amiben az az öt gyülekezet, akik az öt templomfesztivált közösen szervezik velünk, ugyanúgy benne vannak, és az adventnek a programja egy teljes hónapot felölelő program, programsor, és most már ott tartunk, hogy idén négy, négy oldala hosszabb lesz a műsorfüzet, mert annyira sok programot gyűjtünk össze a gyülekezetektől, illetve annyira sok programot tesz hozzá még a szervező stáb, hogy hogy tényleg minden estére jut valami, minden napra jut valami. A Katára azt mondtam, hogy ő a lelke, mint nő ennek az egész sorozatnak, akkor Kálmán szerintem rád mondhatjuk azt, hogy te vagy a motorja. Jól érzem? Lehetséges ebben sokszor, a, főleg a fesztivál idején nem annyira az adventkor a logisztikai rész is beletartozik. Egy-egy rendezvény nem is gondolnak a közönség rész tagjai, hogy mennyi előkészítést igényel, hangszerszállítás, és a többi, és a többi. De nem csak ezt, hanem az információ, a műsorfüzet megfelelő terítése a városon belül. Egy biztos, nem egy ember, hanem csapatmunka ez az öt templom, és Hanukka, és nagyon büszkék, illetve nem jó szó a büszke, nagyon boldogok vagyunk, hogy, hogy ez a csapat egyben tágabb értelemben közösség is, és, és hogy a Katamonta egyházi alapokon nyugvó közösség. Azt hiszem, hogy, hogy a mai, a mostani idők, és ez az utóbbi egy-két hónap, fél év, egy év különösen, aktuálisá teheti az Öt Templom Fesztivál létezésének jogosultságát, indokoltá teheti, hogy mennyire fontos a zsidó keresztény kultúra és a gyökereinknek a, a minél szélesebb körben való, sajnos azt kell mondanom, újra megismertetése az emberek között, mint az európai létezésünk véleményünk szerint alapja. Tehát ebből a szempontból ha valaki azt mondja, hogy motorja vagyok, akkor az nagy megtiszteltetés, És úgyhogy köszönöm, hogy ezt mondtad. Kámen, ugye azt mondtad, hogy közösségépítés, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos szó, mert hogy a kezdetek óta ez volt a célotok a fesztivállal és az adventi programmal is. Igen, Igen hát az Öt Templó Fesztivál kezdetekor az volt a, az volt a fő motiváció, hogy, hogy azt megmutassuk, hogy tényleg Győrnek van egy olyan kincse, ami egy európai szintű kuriózum, hogy ez az öt templom itt 700 méteren belül öt működő gyülekezettel egymás mellett békében tud élni, de ez nem csak egy építészeti érték, hanem ez egy e mögött egy nagyon fontos eszmei mondani való van, hogy ez az öt különböző vallási gyülekezet tényleg a hétköznapokban, az ünnepekben és az adventben ezt még jobb meg tudjuk mutatni, a, le, a legnagyobb békességben és a legnagyobb szeretetben és együttműködve él és dolgozik együtt. És, és az advent tényleg arról szól, hogy mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk bibliaórára, adventi áhítatra, hanukára, teljesen mindegy, hogy kinek milyen a vallási hovatartozása, vagy hogy egyáltalán hisze bármiben. a szeretetben hisz, akkor, akkor nagy szeretettel várjuk. Nem hittérítő fesztivál az, amit csinálunk, hanem szeretet. Éritő fesztivál, és nem ez a jó magyaros boruljunk egymás nyakába, és gondoljuk ugyanazt egyszerre szeretet, hanem a másságot elfogadó, egymás mellett élő szeretet, vagy egymás hozzátjáró szeretet fesztiváljának tartjuk az öt templomfesztivált. Ugyanakkor az évszázadok óta itt lévő templomok egy jó receptet is tartogatnak erre az egymás mellett élésnek, ez egy sikeres túlélési története tehát az elfelejtett, sokszor olykor úgy tűnik elfelejtett hagyományokat elevenítjük így fel. Ilyen szempontból egy kicsit hagyományőrző is, de nem csak a régi kulturális értékeket jelenítjük meg a fesztiválon, hanem igyekszünk felfedezni és motiválni az alkotókat, hogy új tartalommal is töltsék meg a fesztivált. Erre jó példák mutatkoznak meg az adventkor is koncertekben is és akár az építész pályázatban is. Akkor most beszéljünk egy picit a programokról. Mi mindennel várjátok a következő hetekben a győrieket, illetve a győrbe látogatókat? Igen, az advent is most már elmondhatja, hogy nem csak Győrből, hanem tényleg országosan, vagy akár a határon túlról is ö, érkeznek látogatók a programjainkra. És ahogy az elején is mondtam, tényleg most szinte minden nap van valami, valami programunk, ebben nagyon sok olyan, amik a, a gyülekezeteknek a saját programjaik, és hát mi idén is igyekeztünk egy-két olyan, olyan különlegességgel még, még feltenni az íre a pontot, hogy úgy mondjam, ami, ami azt gondoljuk, hogy kuriózum. Például a én lesz a Budapest Bárnak egy klezmer műsor, ezt az Öttemplom Fesztivál közönsége már hallhatta, hiszen ez egy győrbe készült műsor, és itt volt a, a lemezbemutató premierje is, de most azt gondoltuk, hogy azért még egyszer visszahívjuk őket, mert egy olyan különleges apropot tudtunk találni, hogy a Református templomban lesz ez a Klezmer koncert, és Fekete László a Dohány utcai zsinagógának a főkántora lesz a vendég, tehát egy Református templomon belül lesz egy Klezmer koncert, ami az Öt Templom Fesztiválon és az Öt Templom adventen teljesen megszokott, de azt gondoljuk, hogy a világban még, még azért ez kuriózumnak számít, úgyhogy ezt szeretnénk megmutatni. A muzsikás együttest várjuk 17-én, szintén egy ilyen vallások között készfogást szimbolizáló koncertre. Az a koncertnek a címe, hogy Hanukától adventig. Petrás Mária lesz a vendég, és a karácsonyi népi imádságok és énekelt adventi énekek mellett egy kis klezmer és hanukai, hanukai zene is megjelenik majd ezen a koncerten. De egy másik határátlépés, mondjuk a katolikus templomban a a Balázs Elemér Trió és a Vóceszének együttesnek egy gregorián alapú jazz improvizációs, nagyon érdekesnek ígérkező koncertje ez december 5-én a fesztiválnak viszonylag az elején lesz a Katolikus templomban. És hát vannak színházi programjaink is, mi is viszünk előadásokat a, a fesztivál alatt a menházba, a színházterembe, a kamaraszínházterembe. Két különleges felnőtt előadásra várjuk ide a közönséget. Az egyik Pilinszki János Tükör című művéből készült adaptáció, ami egy, egy felnőtteknek szóló báb előadás, és egy Don Giovanni Est, ami egy vonós négyes és pajzsmiklós Miklós közös vállalkozás. Ez egy háromórás előadás lesz egy szünettel. Nagyon kíváncsiak vagyunk rá, hogy hogy fogadja a győri közönség. Nagyon-nagyon jó kritikákkal és nagyon jó vízhanggal kísért az előadás, és hát az a most már hagyományosnak mondható, hogy az utolsó adventi hétvégén mindig igyekszünk egy templomi betlehemes bábjátékkal is a családoknak segíteni az ünnepi ráhangolódást, ez pedig Gécsi Gyöngyi református lelkész betlehemes játékkal lesz a görög katolikus templomban. Az adventnek egy specialitása az öt templom esetében, hogy családi koncerteket próbálunk megszervezni, ez évek óta egyre nagyobb sikerrel meg is valósult. Az idei évben Kata azt hiszem jobban el tudja mondani, a Várai Család fog egy nagyon izgalmas koncertet ajándékozni az érdeklődőknek. Szomorú apropója van ennek a koncertnek, Várainé bírói boja augusztusban el, elhunyt sajnos, és az ő emlékének szeretnénk ezt a koncertet a Várai családdal, tehát az ő családjával közösen szentelni. Ibinéni volt az, aki nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy a görög-katolikus templom megmaradhasson, hogy felújítsák, és hogy egy élő gyülekezet újból birtokba vegye, tehát ha ő nincs, akkor, akkor mondhatjuk Húzás nélkül lehet, hogy öt templomfesztivál sincs, úgyhogy mi szeretnénk ezzel a koncerttel az ő emléke előtt tisztelegni. Ez december 15-én, kedden lesz a görög katolikus templomban. Ha már vallás és egyház, akkor hogyan lehet úgy összeállítani a programokat, hogy az minden gyülekezet számára izgalmas, vonzó legyen? Mi a titkotok? Mert hogy én emlékszem mondjuk az első öt templom fesztiválra is, vagy akár az öt templom adventre, és mindig lát az ember ismerős harcokat, de mindig vannak újak, akik betévednek akár a koncertekre, előadásokra. Hát nem tudom, hogy mi a titok, vagy nem tudom, és így most nem tudom elárulni, de az biztos, hogy a nyitottság az nagyon fontos. Tehát az öt gyülekezet és az öt gyülekezet vezető lelkészei, és az ő hozzáállásuk az... a meghatározó abszolút meghatározó ebben a dologban, és az advent is úgy áll össze, hogy mindenki a saját, saját templomában igyekszik olyan programot nyújtani már a gyülekezet részére, és, és a külső vendégekre mindig gondolva, ami érdekes, tehát így vannak hétfőnként bibliaórák, szerd szerdánként adventi áhítatok, a zsidó hitkösség, a hanuka ön, ünnepet most már tényleg hagyomány, és azt gondolom, hogy a győriek nem csak a zsidó vallású győriek, hanem mindenki tudja, számon tartja, várja, közösen ünnep a zsinagógában, és egy olyan, olyan kuriózum ez Győrben, ami, ami sehol az országban nincs meg, hogy egy közös Hanuka ünnepünk lesz idén ismét december 13-án vasárnap, ahova a megyéből, a régióból, a felvidékről is érkeznek a zsidó közösségek, és a városból bárki jöhet és, és együtt ünnepelhet a, a zsidó hitkösséggel. És hát egy érdekes program, így majdnem a zárásaként a fesztiválnak idén, Hasonlóan egyébként így a Hanuka ö, nyitásához, hogy december 24-én, Szenteste délután 4 órakor, az Evangélikus öreg templom előtt, a felújítás alatt álló öreg templom előtt, kint az udvaron lesz egy szabadtéri istentisztelet, ahova pedig az Evangélikus gyülekezet vár mindenkit. Nagyon sok szeretettel. Akkor én ezekhez a programokhoz nagyon sok sikert kívánok, és nagyon boldog áldott ünnepeket. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Mi is köszönjük, is köszönjük és hasonlóan áldott ünnepeket kívánunk mindenkinek. Nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, ne feledjék, ma elindult az öt Templom Advent, érdemes a programokra ellátogatni, töltsék kellemesen a hétvégét viszontlátása. A műsorvezető sminkjét és frizuráját az Aura Szépségszalon készítette, ahol a külső és belső szépség összhangra talál. A műsorvezető ruházatát a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.